Kiváló európai destináció címet nyert a középkori templomok útja, a tematikus turisztikai útvonal mára az egyik legértékesebb idegenforgalmi kínálata lett a térségnek. Az uniós támogatású projektben számos templom megújult a határon innen és túl. A turisztikai projekt új elemekkel folytatódhat. A 2017-es év fordulatot jelent a középkori templomok útja életében. A programot koordináló megyei fejlesztési ügynökség mérföldkőnek tartja, hogy a kiváló európai desztinációk címet elnyerte a turisztikai attrakció. A pályázati kiírásban olyan térséget, turisztikai látványosságot kerestek, amely magas színvonalon mutatja be a hazai kulturális értékeinket. A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívására 17 pályázat érkezett, ebből 5 jutott tovább a szakmai döntőbe. Köztük a középkori templomok útja program bizonyult a legsikeresebbnek. A középkori templomok útja, mint tematikus útvonal 7 évvel ezelőtt indult el azzal a céllal, hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel ismertesse meg az érdeklődőket. A Felső-Tisza vidék, Kárpátalja és a Pácium északi részén található templomokkal, emlékhelyekkel, a magyar irodalom szellem óriásaival és meghatározó irodalmi alkotásokkal. A program országos egyházi és szakmai támogatást kapott, 2012-ben elnyerte az Észak-Alföldi Régió ajánlásával minősítési díjat, 2015-ben a Magyar Marketing Szövetség külön díját, 2017-ben pedig a már említett kiváló európai desztinációk címet, ezáltal meghatározó idegenforgalmi terméke, attrakciója lett a térségnek. Demeter Zsuzsa programmenedzser a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Először is gratulálok ehhez a nagyon szép eredményhez. Mi volt az, amivel a zsűri vagy a bírálók indokolták azt, hogy ez a program erre az első díjra érdemes? Hát talán a sziszifuszi munkánkkal, hogy így mondjam, a gyakorlat igazolta, hogy idáig eljutottunk. Valójában azt kellett leírnunk, amit csinálunk. Vagy csináltunk az elmúlt 3 évben, illetve az elmúlt, 2009 óta elmúlt több évben. Hogyan vált élővé ez a program? Elhangzott a bejátszásban, hogy számos műemlék templom megújult, de azt gondolom, hogy az igazi nagy értéke az ma ennek az, hogy a 21. században élővé lehet tenni ezeket a nagyon régre visszanyúló értékeket. Tulajdonképpen erről már sokat beszéltünk, és azt gondolom, hogy az örökségtúrák szervezésével jutottunk el oda, hogy a gyakorlatban mutatjuk meg, hogy a középkori templomok útja tulajdonképpen mit is jelent. Azért én annyit hozzátennék, hogy bár itt a templomútról beszélünk elsősorban, de a pályázatot a Tündérmező öröksége, középkori templomok útja a Felső-Tisza vidéken címmel adtuk be. Tehát mi nem úgy tekintünk erre a tematikus útra, mint egyedüli turisztikai attrakcióra, hanem mi az egész Felső-Tisza vidéket komplexen próbáljuk meg bemutatni, mert egyrészt az élet is ezt hozza, másrészt pedig tényleg abból kell kiindulnunk, hogy 64 templomot nem lehet ráerőltetni a turistára semmilyen szinten, még akkor sem, hogyha nagyon-nagyon érdeklődik a templomok iránt, és a középkor és a műemlékek és a művészettörténet iránt, hanem egy picit oldani kell ezt a tematikát. És mi mivel az... lehet ezt egybe csomagolni? Nagyon sok mindennel, nem is gondolnánk, hogy mennyi mindennel, és a túrázóink is erre, tehát ezt fogalmazzák meg minden egyes alkalom után, főleg akik most járnak itt először és messzebbről jönnek, hogy ők nem is gondolták volna, hogy itt ennyi minden van. Tehát ha én most azt az egy szeletet hozom fel, ami eszembe jutott hirtelen, hogy mondjuk Nagyarban ott van egy nagyon szép kastély, amit felújítottak, ott van a Petőfi fa, ott van egy középkori templom, és ugye mehetünk tovább, tehát hogy egy helyszínen, sokszor egy településhez kötődik természeti látnivaló, épített örökség, irodalmi emlék netántán. Nem olyan sok van belőle, de azért ami van, az én azt gondolom, hogy súlyos idézőjelben, tehát azért a himnusz írója a Szatmárcsakéhez kötődik, és ez is része ennek a túra útvonalnak például. Van ennek már érzékelhető hozadéka? Mi az, ami pluszt tud hozzátenni nagyon a megye turizmusához? Én azt gondolom, hogy nagyon sok, bár én kicsit más szemmel látom ezt az egészet, nem tudok kibújni a bőrömből, és egy picit az újságíró szemével gondozom tulajdonképpen a programot, a szakma erről jobban tudna beszélni, de az, hogy főleg az utóbbi időszakban
hívnak bennünket. Tehát már nem nekünk kell kopogtatni, hogy hadd állítsuk ki a tablóinkat, hadd mutassuk meg a templomokat és egyéb látnivalókat, hanem bennünket hívnak fel, bennünket keresnek meg, hogy tartsunk előadást, beszéljünk a templomútról, beszéljünk arról, hogy hogyan jutottunk el idáig. Mert ez is nagyon fontos, hogy mi megtanultuk a saját bőrünkön, hogy mik a buktatók, hogyan kell azok után felállni, és ezt szeretnék mások is, gondolom én, tudni. Van erre példa? Örvendetes, de azért gondolom, hogy a marketingre ezután is komoly figyelmet fordítanak a turisztikai szakemberek a megyében. Igen, azt gondolom, hogy ezt folytatnunk kell, nem szabad abba hagyni, minden egyes szereplésnek és minden egyes megjelenésnek örülni kell, és lehetőséget látni benne, mert minél több emberhez eljut, annál inkább lehet tulajdonképpen azt a célt elérni, ami ennek a pályázatnak is a célja volt, mert ez az Éden pályázat is ugye egy ilyen dologból indult, hogy legyünk büszkék arra, amink van. Tehát érezzük és ismerjük fel, hogy ugyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élünk, de nagyon sok értékes látnivalónk van. És most lehet, hogy nem kapcsolódtam a kérdéshez pontosan, hogy igen, a marketing, hogy mennyire fontos. Az Éden díjtól reméljük azt, hogy külföldön is kapunk lehetőséget a megjelenésre. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a belföldi turizmus erősödését lehet inkább tapasztalni, vagy nyit most már a külföld felé, és akár a környező országok, vagy pedig nyugat-európai országok? Hát most már, hanem belesodródtunk ebbe, hogy nyitunk a nyugat-európai országok felé is, vagy egyáltalán az európai országok felé is. Eddig még nem mondhatom azt, hogy voltak külföldi vendégeink, de remélem, hogy lesznek. Az eddigi vendégeink közül is azért azt mondhatom, hogy nem csak a közvetlen környezetünkből, akiket könnyebben el tudtunk érni, hanem Budapestről nagyon sokan érdeklődnek, vagy a Dunántúról is volt már, Esztergomból jött, ezt is el szoktam mondani. Tehát a legkülönbözőbb helyekről hallják meg, utazási kiállításokon részt veszünk, a prospektusainkat megpróbáljuk eljuttatni, amilyen messze csak lehet, rengeteg olyan elemmel rendelkezünk, itt most például a táblákra gondolok, a közúti jelző táblákra, vagy információs táblákra, akkor aki csak átutazik rajtunk, az is felfigyelhet arra, hogy itt van egy műemlék, amit esetleg már hallott, hogy milyen tematikus út része, akkor valami fogalma lesz róla. Mik a gyenge pontjai, vagy a hiányosságai ennek a csomagnak, ami esetleg még akadály lehet? Nemrég Tokaj polgármestere volt itt a vendégünk, és ott is elhangzott, hogy a minőségi szálláshelyek azért nagyon hiányoznak Tokajból például. Hogy állunk mi ezzel a megyében? Igen, nagyon, nagyon jó a kérdés, hogy is lehetne ezt erősíteni. Ugye, ha ma bemegy valaki egy utazási irodába, akkor nem biztos, hogy valaki egy konkrét csomagot tud a kezébe adni, de ha még esetleg van is olyan, aki tud segíteni, akkor azért elgondolkodik az utazó, hogy vajon milyen lesz az a szálláshely, milyen lesz az az étterem, ahol ő majd ott napokat eltölt, azon kívül, hogy kíváncsi a vidékre. Na most mi az Éden-díj kapcsán azokat a szolgáltatókat, civil szervezeteket, egyházakat, turisztikai szolgáltatókat vontuk be, akiket megismertünk az elmúlt időszakban, tehát akikben most úgy fogalmazok, hogy bízunk, mert megtapasztaltuk az elszántságukat, a hozzáértésüket, azt, hogy bátran mehessünk hozzájuk, akár a szállásadókra gondolok, mert valóban a turistának fontos, hogy egy bizonyos igényszintet ki kell elégíteni, nincs mese. Én nem csillagokban mérem ezt, ugye itt falusi szálláshelyekről beszélünk, de igenis megkeressük azokat, és megkerestük, amelyek erre érdemesek, és hozzájuk megyünk. De hát speciálisan mondjuk egy ilyen középkori templomok útja mindenféle rétegből érdekelhet embereket. Igen, olyat is, akinek 4 csillagos szálloda igénye van, és olyat is, akinek teljesen megfelel egy vidéki szálláshelyből egy szoba is. Tehát azért erre is oda kell figyelni. Ezt hogyan szolgálják a jövőbeni pályázatok? Hát azt remélem, hogy ezt is szolgálják majd. Én mondjuk szállodaépítésről nem nagyon tudok, de azért vannak jó szállodáink. Hát meg a kisfaludi program azért. A kisfaludi program, igen, az ebben segíthet, de annak a részletei majd később derülnek, hogy pontosan mik újulnak meg. Itt inkább tényleg azt lehet mondani, hogy a kisebb falusi szálláshelyekben kell gondolkodni. Olyan helyek is vannak, ahol nincs wifi,
és nem azért, mert nem lehetne, hanem mert ez a kérés a vendégeknek. Tehát nem kell mindig megijedni attól, hogyha nem csöppenünk bele a 21. századba, a 21. századból, mert ennek néha oka van. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk, és ezt nyugodtan mondhatom. Nem biztos, hogy kell nekünk nagyon sok új szálláshely. A meglévőket kellene, vagy kell egy kicsit jobban megbecsülni, elfogadtatni őket, és arra trenírozni, hogy dolgozzanak ebben, mert érdemes. Mi a következő cél? Hát ezt nem szeretném én meghatározni, nem tudom, hogy hogyan tudnék erre most válaszolni. Szeretnénk, hogyha a Éden-díj átadása és azzal együtt azokat a lehetőségek, amelyek megnyílnak európai szinten, azzal tudnánk élni. Mert az a célunk, hogy tényleg minél többen jöjjenek ide erre a vidékre, amely még Magyarország utolsó tündéri mezeje. Ugye beszélt elnök úr előttem arról, hogy az utak megújulnak, és egyéb fejlesztések zajlanak. Ezek mind ezt a célt szolgálják. Nagyon örülünk annak, hogyha nem döcögős úton megyünk, de egy kerékpártúrának ez sem akadálya, és az a varázs, ami itt elkapja az embert az egyszerű falusi emberek között, az is jó, azt nem sok helyen találják meg, és talán éppen ezért is lesz vonzó, vagy lehet vonzó ez a vidék sokak számára. Maga a díj elnyerése, az milyen marketing értékkel bír, akár a leendő turisták számára, akár pedig egy következő projekt beadása? Hát azt gondolom, hogy kötelez bennünket a díj, talán így is lehet fogalmazni. Azt mondták a versenyen a döntő résztvevő partnerek, akik között olyan is volt, aki már tavaly nyert, vagy azelőtt itt ugye a Gyulával versenyeztünk, Székesfehérvárral, Veszprémmel, hogy használjuk ki, mert nagyon jó. Ott gyorsan, kutyafutában ennyit tudtunk meg. Tehát még nem nagyon érezzük a bőrünkön, csak apránként, hogy különböző kiadványok készülnek, hogy angol nyelvre fordítódnak ezek, rollapok, pop-up falak, amelyek mind eszközök, tehát a nézőknek talán nem biztos, hogy ezek a kulcsszavak, de a megjelenést biztosítja ez a díj, és ahogyan elhangzott a felvezetőben is, hogy tényleg egy folyamatnak a tetejére kerültünk most hirtelen, és nem szeretnénk innen leesni. És reméljük, hogy jövő nyáron már azért a turisták számában is érezhető lesz az eredmény. Demeter Zsuzsa, nagyon köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. Díjhoz.